Rolleresek, BMX-esek szágoldoztak 2022 nyarán az ország legnagyobb görparkjának átadóján. A víztorony szomszédságában épült komplexum az extrém sportok kedvelőinek helyévé vált azóta. Többek között erről a megvalósult beruházásról is beszélt a 18 éve képviselőként dolgozó Borsi Róbert a Győr Rádió Juice című műsorában. Az elmúlt 5 év a legdolgosabb és legkeményebb öt év volt, hiszen nem is említem, hogy milyen kívások Állítottak maguk elé bennünket ugye az energiaválság háború tekintetében, és én azt gondolom, hogy pont emiatt, hiszen köztünk verseny van a képviselők között, hogy hogyan tudjuk megszerezni a különböző fejlesztési forrásokat, illetve véghez vinni az egyébként leterhelt apparátus, illetve cégek által vagy rajtuk keresztül ezeket a munkákat, de rengeteget tudtunk tenni, hiszen elkészült azért az extrém sportpálya a Visztoronynak a szomszédságában, kormányzati támogatással elkészült a Kovács Margit iskolánk a komplet felújítása energetikailag új külsőt, illetve belsőt kapott. Alapvetően hát a vásárcsarnok környékén pedig ugye elmondhatjuk, hogy a könyvtár, illetve a gyermekkönyvtár teljes, és teljesen új pompában ragyog, illetve útfelújításokat, járdafelújításokat is tudtunk véghez vinni, parkolókat alakítottunk ki több helyszínen köztük az Ikva utcában is. A nagy beruházások mellett azonban a képviselő kiemelte, hogy az általa képviselt városrészekben, így marcaladi és és Nádorvárosban is erős közösséget szeretne kovácsolni, melyhez programokat is szervez. Azt külön szeretném kiemelni, hogy Marca még igazi közösségépítő rendezvényeket tudtunk hagyományteremtő jelleggel elindítani, például például a nyári időszakban, ugye a szabadtéri mozitól elkezdve a, egészen a Táncoly Marcaváros nevű családi napunkig, illetve gyakorlatilag azért volt orgonakoncertünk koncertünk is, és ez mind-mind azt szolgált, hogy a helyi közösség, a helyi lakók jöjjenek, és megismerjék egy kicsit egymást, és közben pedig szórakozzanak. Borsi Róbert a közösségi oldalán folyamatosan beszámol a fejlesztésekről, és ott vagy telefonon is lehet őt keresni az ötletekkel, tervekkel. Szeretném, hogyha az elvégzett munka kikövezni a jövőt. Már csak azért is, mert van még olyan igény, ami ugye időközben érkezik be folyamatában, és ezeket szeretném is teljesíteni, mert mégis az alkotás öröme az, ami inspirál, mint ahogy a ma reggeli rádióban is hallhatták. Tulajdonképpen azért további parkolófejlesztések terve vannak, például a Leseny utca, illetve a Szigeti ut Tüle utca közötti területen parkó rendezések, ugyanúgy Marca a városban is, e, és hát gyakorlatilag van egy régi ígéret, ami különböző okok miatt, ugye a Táncsics Mihály utcába járdának a cseréje, illetve szintén a parkok létesítése nem tudott megvalósulni, ennek elsősorban egyébként a növényzet volt az akadály, hiszen nem akartuk barmár módjára gyakorlatilag legyalolni mindent, viszont valami módszert ki kell dolgoznunk arra, hogy hogy tudjuk ezt megcsinálni, úgy, hogy a növényzet is megmaradjon, illetve az utak, járdák is rendbe kerüljenek. A körzetben tehát sok a terv, a képviselő pedig szeretné ezeket megvalósítani.